Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai 2015. évi reményeink szerint utolsó képviselőtestületi ülés minden kedves résztvevőjét. Külön kiemelt tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeinket. Így szeretném köszönteni az Irmák Nonprofit Kft. Jelenlévő vezetőit, Szebenszky János urat és a helyi lakóotthon vezetőjét, Fodor Zoltánnét. A napirend előtt fognak ők tájékoztatást adni a mindannyiunk örömére megnyílt lakóotthonnal kapcsolatban. Köszöntöm a napirendi pontok előadóit, a képviselőtestület jelenlévő tagjait, intézményeink, gazdasági társaságaink vezetőit, a hivatal vezetőit és a jelenlévő segítő dolgozókat, a sajtó képviselőit és mindazokat, akik a kábeltelevízió, illetve az internet jóvoltából követhetik Solt-Vadkert város 2015. évi decemberi képviselőtestületi ülésének munkáját. A jelenléti évből megállapíthattam, hogy a mai képviselőtestületi ülésünk is határozatképes, minden képviselő jelen van. Napirendi pontokkal kapcsolatban azon kevés képviselőtestületi ülés előtt vagyunk, ahol a tárgyalandó napirendi pontok megegyeznek az írásban kiadott napirendi pontokkal, legalábbis reményeim szerint. A meghívó szerint 7 napirendi pont tárgyalása a feladatunk ezen a mai napon. Szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban módosítás, észrevétel fogalmazódott-e meg valakiben? Nincs. Aki elfogadásra javasolja a napirendi pontokat, az eredeti napirendi pontokat, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú a képviselőtestület döntése. És mint ahogy jeleztem, napirend előtt szeretnénk lehetőséget adni az Irmák Nonprofit Kft. Jelenlévő képviselőinek, hogy a tájékoztatást adják meg. Úgy gondolom értesült mindenki róla, hogy a vasút melletti régen is működő intézmény hosszú idő után most megnyitotta ismét a kapuit. Igazgató úr, jelszó. Nagy tisztelettel köszöntöm polgármester urat, képviselőtestületi tagokat, érdeklődőket. Szebenszky János vagyok, az Irmák Nonprofit Kft. Egyik alapítója és a jelenleg is a vezetője, ügyvezetője. Elnézést kérek, nem telefonálni szeretnék, majd valószínűleg, ha szükséges, akkor puskázok, mert itt van minden információ, amit úgy érzem, amire, hogy esetleg kérdés merül fel, akkor tudok válaszolni. Mit is kell rólunk tudni, mit is kell az Irmák Nonprofit Kft.-ről tudni? 2000-ben alakult az Irmák Nonprofit Kft., akkoriban még Irmák KHT-ként, ugye itt az idők folyamán, amikor ezek a úgynevezett társasági forma megszűnt, ez így lett Nonprofit Kft. Belőle. Eredetileg 3 magánszemélyt alapítottam, ma már csak 2 vagyunk feleségemmel, tulajdonosai a cégnek. Az Irmák, az egy egyszerű mozaik szó, az Irsai Mentálhigién és Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Társaság. Ez évek során ez eredetileg is a rövidített neve a cégnek az Irmák volt. Az évek során ez elfogyott, és így lett Irmák Nonprofit Kft. Jó pár évvel ezelőtt már dolgoztunk a településen. Akkor még a Mária Rehabilitációs Alapítvány kapcsán keresztül kerültünk ide, amely egy alapítvány egyébként azóta is működik. De hogy kezdjük a kezdetektől, és mit is csinálunk, és mivel is foglalkozunk, szociális intézményeket, szociális szolgáltatásokat végzünk, szociális intézményeket tartunk, fenn működtetünk, hogy mik is ezek, és merre is vannak. Pilis Csabán egy 82 férőhelyes idős otthont működtetünk, Csobánkán egy 120 férőhelyes fogyatékos otthont, Csobánkán működtetünk, még úgynevezett támogatott lakhatásos intézmény 2 tartunk fenn. Albert Irsán működtetünk 82 férőhelyes fogyatékos otthont, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok számára, és a már említett csobánkai támogatott lakhatásos intézményen kívül még támogatott lakhatás, és erre mindjárt kitérek, hogy mi is ez a támogatott lakhatás, hiszen Solt-Vadkerten is ilyen jellegű intézményünk működik. Működtetünk még ilyen intézményt Szentendrén, Albert Irsán 2-t, és itt a 6. intézmény Solt-Vadkert. Hogy mi is a támogatott lakhatás, egy korszerű korszerű ellátási mód, ami úgy tűnik, hogy a jövőben most már ez lesz hangsúlyozva. A lényeg az, hogy értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek, hangsúlyozom, nálunk az Irmáknál nincsenek pszichiátriai betegek,
enyhe középsúlyos értelmi fogyatékosok számára úgynevezett támogatott lakhatásos formát hoznak létre, amik kis lakóegységeket jelentenek, 2, 6, 10, maximum 12 férőhelyes intézményekről beszélhetünk. Hogy miért is beszélünk erről, jelenleg ugye jellemzőek még a 80, 100, 150 vagy még a ennél is nagyobb létszámú intézmények, és tehát a 21. századi igényeknek ma már úgy tűnik, hogy nem, tehát ezek már nem felelnek meg, ezek az ellátási formák. Soltvadkerten a Mária Rehabilitációs Alapítvány tulajdonában lévő ingatlanban, ugye valamikor 2000-es években működött egy enyhe középsúlyos értelmi fogyatékosok számára fenntartott lakóotthon, ugye az akkori úgynevezett legmodernebb formának ezt felelt meg. Ezt itt valamilyen ok miatt bezárásra került, mi építettünk egy másik lakóotthont Albert Irsán, és a Soltvadkerten élőket átköltöztettük oda. De az intézmény üres volt, éveken keresztül itt állt, 2 évente, 3 évente festettünk, karbantartottunk, illetve próbáltuk az intézmény állagát minél jobban megőrizni. Úgyhogy ez év szeptemberétől ismételten megnyitottuk, és 12 fő részére támogatott lakhatásos szolgáltatást nyújtunk. Azon túl, hogy még ahogy a cégnek támogatott lakhat, ezeken a szolgáltatásokon túl még támogató szolgálat működtetői vannak, ami támogató szolgálatokat működtetünk. Támogató szolgáltatás az a rászorulók, idősek, fogyatékosok lakóhelyén történő ellátását jelenti, esetleges fuvarozását, szállítását, és megváltott munkaképesség foglalkoztatását végezzük. Fenntartunk Albert Irsán és Csobánkán fogyatékosok számára nappali ellátó intézményeket, úgyhogy mindösszesen egy 380 főt foglalkoztat az Irmák csoport. Ebbe a megváltozott munkaképességűek és az intézményben élők is beletartoznak. Emellett az Egyesült Államokban is van már intézményünk, úgyhogy elmondható, hogy a cég ez most már nemzetközi piacon is jelen van, megmérettette magát, és úgy tűnik, hogy helyt is álltunk, úgyhogy röviden, amit a cégről érdemes, vagy lehet tudni ez. Soltvadkerten 12-en élnek jelenleg, 3 lány, 9 fiú, 33 év az átlag életkor, enyhe és középsős értelmi fogyatékosokról beszélünk. Vannak olyan lakók ketten, akik már éltek itt korábban is, tehát akik átkerültek Albert Irsára, épp a Gyöngyivel az imént beszéltem, aki éveken keresztül rágta a fülemet, hogy mennyire szeretne visszakerülni Soltvadkertre. Úgyhogy most minden álma és minden vágya teljesült. Természetesen ez a feladat nem volt egy egyszerű, hiszen egy ajtónem zöld mezős beruházásba fogtunk bele, hiszen az kevés, hogy egy intézménybe beköltöztettünk 12 főt, ehhez ki kell alakítani az infrastruktúrát, ehhez meg kell teremteni a hátteret, a szakmai hátteret, ehhez meg kell teremteni a foglalkoztatást, meg kell teremteni azt, hogy az itt élők valamilyen hasznosan töltsék el idejüket, úgyhogy ezt egy több hónapos előkészítő munka előzte meg. Köszönjük szépen polgármester úr segítségét és támogatását, illetve köszönjük azoknak az intézményeknek a támogatását, akik ez a rövid idő alatt, ez a szeptember 1-i nyitás óta mellénk álltak és odaálltak az iskola, a szabadidős programokkal. Köszönjük szépen azt, hogy támogatják a munkánkat. Röviden ennyi, azt hiszem, amit nem. Bízom benne, hogy nem hagytam ki semmit, és nem puskáztam. Jó, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatót. Kérdés, észrevét, Zsikla képviselő úr, szól. Köszönöm, polgármester úr. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a megnyitás, ez Soltvadkertnek jelente plusz munkahelyet, és ha igen, mennyit? Tehát van-e Soltvadkerti alkalmazott, meg gondolom gondozók is vannak, vagy nem tudom, hogy nevezik a munkatársakat, illetve hogy lesz-e bővítve a lakóotthon, hogy többen is lesznek-e? Két fő munkatársunk van, két új munkahelyet hoztunk létre ezzel a beruházással. Szívesen bővítenénk a szolgáltatásainkat. Természetesen ehhez kell egy fogadó közeg is, hogy azokat a szolgáltatásokat, amiket esetleg Pest megyében végzünk, azokat ide is át tudjuk hozni. Annó működött itt valamikor támogató szolgálat, aminek ugye akkoriban még éves finanszírozása volt, és egyik napról a másikra megszűnt.
szeretnénk, hogyha 2016-tól, 2017-től újabb szolgáltatási formákat tudnánk bevezetni. Jelenleg az intézmény 12 fővel működik, 12 fő lakó van benne. Ennél nagyobb létszámot nem működtethetünk, tehát ez a plafon tulajdonképpen, de a kérdésre válaszolok, két új munkahely létrejött, tehát két munkahelyet teremtettünk. Egyik munkatárs Soltvadkerti közmunkásunk volt, és közmunkásnak adott lehetőséget a polgármester úr. Köszönöm a szót. Ha jól értettem, önök arra törekednek, hogy az ápoltaknak vagy lakóknak, ahogy ön nevezi az ápoltakat, az én számomra ez a érthetőbb kifejezés. Tehát arra törekednek, hogy munkahelyet találjanak nekik, vagy munkát találjanak nekik. Ha sikerül ezt megoldani, akkor lehetőség lesz arra, hogy Soltvadkerten élő csökkent munkaképességűek is dolgozzanak ezen a munkáján? Látnak-e lehetőséget arra, hogy nem csak az önök 12 ápoltja, hanem Soltvadkertiek is dolgozzanak itt? Mert úgy tudom, hogy vannak olyan munkát kereső, csökkent munkaképességű emberek Soltvadkerten, akik nagyon örülnének bármilyen lehetőségnek. Ahogy említettem az imént, a legnehezebb feladat az volt, hogy megfelelő elfoglaltságot találjunk. Nagyon egyszerű a helyzetünk Csobánkán, Albertirsán, ahol évtizedes beszállítói kapacitásunk van, tehát bérmunkában, összeszerelésben, vagy a gazdasági udvarban, vagy a lovardában, vagy bárhol. Soltvadkerten ez volt a legnehezebb. Hál' Istennek eljutottunk oda, hogy 10 főt már akkreditált foglalkoztatásban tudunk foglalkoztatni a 12 itt lakóból. Két fő részére azért munkát keresünk továbbra is, hiszen addig nem rendelkeznek jövedelemmel, addig nagyon-nagyon nehéz tovább lépni. Mint ahogy ezt Pest megyében is korábban tettük, igyekszünk minél több rászorulót bevonni a foglalkoztatásba. Tehát ma már nagyon-nagyon sok olyan megváltozott munkaképességű kollégánk van, akik a cégen belül hasznos, valóban mindennapokban, takarításban, gazdaságban, vagy akár már a tápolásban is ki tudják venni részüket. Törekvés az, a célunk az, hogy minél több megváltozott munkaképességűt tudjunk bevonni a munkába, és minél inkább tudjunk bővülni itt helyben is. Igen, a kérdésére válaszolva igen. Hogy hogyan is fogalmazunk, és minek is nevezzük az intézményeinkben élőeket, mi ellátottak nevezzük, hiszen ők egyfajta állapottal rendelkeznek, nem ápoltak, hanem kliensek, lakóink, akik itt vannak. Tehát gyakorlatilag ők fizikálisan teljesen egészségesek, különösebb problémákkal nem küzdködnek, valahol megálltak, és valahol állapotuk alapján, ez alapján kategorizálták őket, de egyébként remek munkatársak és remek munkaerők. Még szeretném. Köszönöm szépen. Igen, én is azért jöttem zavarba, hogy mi a helyes kifejezés itt, mert senkit persze nem szeretnénk megbántani, de ha jól értem, akkor ők most pillanatnyilag ebben az otthonban dolgoznak, tehát nem külső munkahelyen. Jól érti. És ha van elképzelősök arra vonatkozóan, hogy egy külső munkahelyet létrehozzanak, egy önálló telephelyen, ahova mint egy munkahelyre járnak ők, mert azt hiszem, hogy ezen az otthonon belül külsősöket alkalmazni önök már nem tudnak, mert itt a hely meghatározott. Nagyon jól látja, igen. Úgyhogy én inkább arra gondoltam az eredeti kérdésembe, hogy lesz-e vagy terveznek-e egy külső munkahely létrehozását, ahova viszont esetleg Soltvadkertiek is bekapcsolódhatnak. Örömmel vennénk, hogyha találnánk olyan telephelyet, amit meg tudunk fizetni. Tehát, hogy itt az a legszűkebb keresztmetszet, vagy valamilyen formában pályázni tudunk rá, vagy jutányos áron tudunk bérelni. Tehát a foglalkoztatás alapja, hogy megfelelő infrastruktúrát ki tudunk alakítani. Ha ez megvan, akkor beszélhetünk már arról, hogy milyen bérmunkát tudunk behozni, milyen plusz munkát tudunk idehozni. Jelenleg van olyan terület, ahol éjjel-nappal dolgozunk, vagy úgy el vagyunk látva, de az, hogy ugye nem, tehát a távolság miatt nem tudjuk lehozni, tehát ezért igyekszünk olyan hátteret teremteni, amivel
elsősorban a bentlakókat, bentélőket, de második lépcsőben már a környékbelieket is tudnánk foglalkoztatni. Igen, jó lenne, hogyha találnánk olyan telephelyet, nézegettünk, nézelődtünk. Ebben a pillanatban azt gondolom, hogy számunkra megfizethetetlen, hiszen 12 ember van itt ebben a pillanatban. De ha van olyan pályázati lehetőség, van olyan ingatlan, ami jutányos áron, akár önkormányzat tulajdonában van, esetleg oda beköltözhetünk, ezt örömmel veszük, és erre nyitottak vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Attila Jesz. Nem esett szó, hogy a lakók között milyen eredményt elért emberek is találhatók, mert ezt úgy gondolom érdemes elmondani, hogy van itt egy-két olyan, ami úgy gondolom érdekes lehet mindenki számára. Igen, hát a... És most nem a telefonszámokat keresem, tényleg itt az e-mailemet böngészgetem. Sok mindenről nem beszéltem, ami még egy cégcsoporthoz köthető. Van egy Irmák Sprint sportegyesületünk. Azt hiszem, hogy ma Magyarország egyik legeredményesebb sportegyesülete speciális sportokban. Fantasztikus úszóink, tornászaink vannak, akik olimpiai érmesek, tehát nemzetközi viszonylatban is megállták el őket. Magyarország legjobb speciális olimpikonja az Irmák egyik intézményében él, de itt Soltvadkerten is van tornászunk, aki nagyon tehetséges tornász, van úszónk, aki eddig Cegléden úszott. Úgy tűnik, hogy az egyik legnagyobb magyar úszó tehetség ebben a szférában. Őt most próbáljuk. Parancsolsz? Őt próbáljuk most úszodába január 1-től eljuttatni, átjuttatni. Úgyhogy valóban van egy olyan háttér, a mindennapi foglalkoztatás mellett egy nagyon aktív sportélet is van. Szervezünk sportrendezvényeket, zömében ezt még ugye Albert is csináltuk, de szeretnénk ezt majd bővíteni tovább is. Köszönöm, polgármester úr. Én is szembesültem azzal, hogy Soltvadkerten vannak csökkent munkaképességűek, akik nem találnak munkát, tehát és kaptam olyan kérést, hogy az önkormányzat próbáljon ebbe valamit segíteni. Én úgy gondolom, hogy itt a lehetőség az elhangzottak alapján, gondolom ez egyértelmű, de hangozzon el, hogy mindent megteszünk, hogy akár a telephelybe vagy az együttműködéssel ez a bizonyos telephely bővítés, ami vadkertiek számára munkahelyeket jelentene, ha még kell anyagilag is, hogy az önkormányzat ebben minden segítséget adjon meg. Mondom, ebbe a polgármester úr is megsegít. Természetesen kiderült ebből, hogy már egy lépcsőfogon túl vagyunk, tehát ami lehet potenciális telephelyeket, azokat jó. Megtekintették már, csak még pályázatok meg egyéb dolgok váratnak magukra. De ez valóban közös felelősségünk. Én úgy tudom, hogy egy olyan munkáltató van Soltvadkerten, aki speciálisan csökkent munkaképességi dolgozókat foglalkoztat a Szöllő utcán. Igen, ehhez akartam hozzászólni. Igen, akkor teréké az. A Zsikla képviselő felvetésére válaszolva létezik a városban, hogy polgármester is elmondta, egy ilyen vállalkozás, aki kifejezetten megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztat. Ha jól tudom, 22 fővel dolgoznak, és igen sikeresek, és helyben nem tudták a létszámot feltölteni. Tehát, hogyha van olyan helybeli lakos, akkor forduljon hozzájuk bátran, mert én úgy tudom, hogy vidékről a saját autóbuszukkal, illetve kisbuszukkal hordják be a dolgozókat a telephelyre, mert helyben nem tudták ezt feltölteni. Esetleg én kérdezném az igazgató urat, hogy egymással felvették-e már a kapcsolatot. Tanácsadalon nézek kolléganőmre egyébként, az intézmény vezetőjét, Piroskát még nem mutattam be, tehát itt van, aki gyakorlatilag, ha jól tudom, jó néhányuk számára már nem ismeretlen, tehát itt az elmúlt másfél-két hónap, október 1-e óta viszi az intézményt, elég aktívan körbejárt, úgyhogy köszönöm szépen a szeretetteljes fogadtatást egyébként, amiben része volt. De úgy tűnik, hogy még nem vettük fel, nem találkoztunk ezzel a szervezettel.
kérdésére válaszolva. Figyelmükbe ajánlom, mert ők nagyon sikeresen működnek ezen a területen, és nagyon, nagyon sok pozitív tapasztalatuk van, amit esetleg meg tudnának osztani önökkel, vagy lehet, hogy a két álláskereső lapónak is találnának munkát. Köszönjük szépen! Alpolgármester úr. Köszönöm szépen a szót. Úgy tűnik, hogy mint nagyon sokszor más területeken az életben párhuzamosan működnek dolgok, amik úgy, mintha elmennének egymás mellett, mert én hozzám konkrétan az a kérés érkezett, hogy pályázati segítséggel keressünk helyet, és minthogyha, tehát azoknak a dolgozóknak a részéről, akiknek az ápolásában vannak ilyen megváltozott munkaképességű emberek, tehát ők keresnének munkát, és akkor ezek szerint most hallom, hogy létezik is itt a környékünkben ilyen, csak a kettő nem találkozik. Mert én már elég régóta kapom a jelzéseket, hogy ezzel a dologgal kellene kezdeni valamit, és én nem tudok arról, hogy ilyen működne, de most már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ki ez a cég, és hány ember tudna ő fölvenni, mert lehet, hogy nyitott kapukat döngetünk. Köszönöm szépen. Igen. Legyen ez, vagy már betel, de hát majd meglátjuk. Ez nagyon egyszerű lesz összehozni ezt a két dolgot. Van-e még két? Attila? Csak kiegészítő információként, tehát tényleg az elmúlt másfél-két hónap volt azért mi iskola is próbáltuk kihasználni a kapcsolatteremtése, és itt tájékoztatásképpen mondanám el, hogy úgy gondolom ez iskola számára is egy olyan lehetőség, ami a nevelés szinten jelenik meg, és már tanulóink voltak is az Irmák otthonában, illetve vendégül is láttuk az ott lakókat, volt egy kis koncert épp a héten, amikor még ki is próbálták a zeneszer számokat az ott lakók és a gondozottak, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez továbbfejleszthető, és mindenféleképpen a mi gyerekeink lelkiségét is szolgálja, hogy megismerkednek az ilyen típusú emberekkel. Köszönöm szépen, és úgy tudom, 22-én ismét karácsonyi ünnepre készülnek ott, és majd lesz alkalmunk találkozni. Úgy látom, hogy minden információ kielégítésre került. Szeretném meg... Igen, hagyd reagáljak arra, amit itt az imént. Már imént megköszöntem itt, ahogy bemutatkoztunk egymásnak. Nem mindenütt ennyire nyitottak, mint amennyire Solt-Vadkerten nyitottak. Tehát sajnos ez még mindig megfigyelhető, hogy fogyatékkal élőre másként néznek, és ezért fantasztikus, és ezért esett nagyon-nagyon jól, hogy az első lépcső az volt, hogy gyerekek eljöttek hozzánk, illetve a mi lakóink is elmehetnek. Ezáltal lehet úgynevezett azokat a falakat ledönteni, ami még sajnos megfigyelhető. Sajnos nagyon-nagyon sokszor már még pedagógus szinten is előjött, nem itt hozzáteszem, tehát mielőtt az jönne vissza, de találkozunk azzal, hogy iskolai pedagógus gyakorlatilag gyerekeket távol tartja, vagy nem hajlandó ott lenni, ahol fogyatékosok vannak, millió ilyen tapasztalatunk van, és ezért különösen kedves fülönnek az, amit hallottam, és nagyon szépen köszönöm. Igen. Még egy apróságot hagyd mondjak el. Tegnap hivatalosak voltunk bizottsági ülésre, ha jól tudom. Sok mindent mondhatnék. Egyszerű szervezési hiba miatt mi a időpontot mára néztük be, tehát itt nem keresek kifogást. Elnézést kérek a bizottsági tagoktól, és elnézést kérek a bizottság elnökétől. Nincs rá kifogás, mi néztük el az időpontot, tehát nem udvariatlanság volt részünkről, hogy nem jelentünk meg, ezzel most szembesültem. Ezt ki kell mondani őszintén úgy, hogy mi voltunk a figyelmetlenek. Amennyiben későbbiekben számítanak ránk, akkor természetesen örömmel részt veszünk a bizottsággyűlésen, illetve ha kell, akkor a testületülésen is. Köszönöm szépen a figyelmet. Vagy az igazgató úr mondta, ha jól tudom, akkor most 18-án kezdődő adventi esték kapcsán is a lakóotthon lakói különböző díszeket és egyéb dolgokat készítenek, talán a karácsonyfára is, meg tehát nagyon aktív együttműködés van, ami nagyon, tényleg nagyon jó dolog. Igen, még a terék. Még a foglalkoztatással kapcsolatban szeretnék annyi kiegészítést tenni, hogy igazából a megváltozott munkaképességek foglalkoztatása nem csak speciális munkahelyeken lehetséges, hiszen azokat a munkahelyeket eleve úgy kell kialakítani. Minden 20 főt foglalkoztató cégnek
foglalkoztatási rehabilitációs járulékot kell fizetnie, amennyiben az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek százaléka nem éri el az 5%-ot. Na most ugye általában a munkáltatók jellemzően inkább kifizetik ezt a rehabilitációs járulékot. Ennek ugye egyrészt lehet az az oka, hogy tevékenységükből fakadóan nincsenek felkészülve, vagy egyáltalán a körülményeik folytán nincsenek felkészülve arra, hogy megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztassanak, de elképzelhető, hogy ebben is lesz változás, és lesz olyan munkáltató, aki inkább foglalkoztat, mint fizet. Igen, amikor ez a járadékot bevezették, akkor nagyon sok az intézmények környékén lévő munkáltatót kerestünk meg, akik kiszámolták, hogy sokkal, de sokkal hasznosabb, ha foglalkoztatnak valakit, akik egyébként a termelésben aktívan részt tudnak venni, mintha esetleg simán befizetik ezt a bizonyos járulékot, tehát gyakorlatilag a munkabér majdnem ugyanakkora, a megváltozott munkaképességeknek kifizetett munkabér majdnem ugyanakkora, mint a fizetendő, minek is nevezzük, járadéknak, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt. Rehabilitációs járuléknak. Tehát mindenképpen a munkáltatóknak ez megéri, hogyha megváltozott munkaképességet foglalkoztatnak, mert mondom, nagyon-nagyon-nagyon jó produktumokat, nagyon jó termékeket tudnak előállítani a megváltozott munkaképességűek. Jó, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és további sikeres együttműködést kívánunk. Köszönjük a lehetőséget, mindenkinek kívánok kellemes karácsonyt, boldog új évet. Köszönjük, hogy köszönöm lehetünk. Szépen, viszont kívánjuk, és a képviselőtestület folytatja a munkáját, még szintén napirend előtti kérdése. Szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy kinek van napirend előtti kérdés. Haskó László képviselő úr, Homoké Pál képviselő úr, Bezsenyi László. Akkor igen, köszönjük szépen. Bezsenyi László képviselő úr, jelszó. Hát most erről indul. Ja. Köszönöm a szópolgármester úr. Egy bosszantó és kellemetlen dologról szeretnék tájékoztatást adni. Nem jó ez így ünnepek előtt, de megint szemét ügy és szemét lerakó, illetve hulladék lerakó ügy. Ma szembesültem azzal, és nem csak én, nagyon sok helyi állampolgár, körülbelül egy 20 percig voltam kint, addig négyen jöttek, akik ugyanilyen bosszantóan, egy kis tacepaó ki van téve, hogy szombatig elnézést kérünk, nem vagyunk nyitva. Na most ünnepek előtt, és ez már a második héten fordul elő, mert előző héten is ugyanilyen volt, ez rendben van, mert én tudom, hogy az ott dolgozónak is jár szabadság, beteg lehet minden. De hogy arról soha nem gondoskodik senki, hogy ezt valaki helyettesítse, nem csodálkozom azon, hogyha most arra mennénk és látnánk, hogy azt a kitaposott ösvényt, amit különböző járművekkel most kikerülik a sorompót, és elmondom őszintén, bevallom, a saját dolgozómmal én is kikerültettem. Mert ilyen nincs, hogy előkészítjük, visszük több személytől az ilyen lerakott hulladékot, amit a munkatársak most a hétvégén, mert jövő hét már karácsony heten nem akkor akarnak takarítani. Megkértek, hogy tudok-e erre biztosítani járművet. Igen, kimegyünk, fölpakoljuk, és nem csak az, hogy ma nem lehet, még holnap sem. Járműre szükség van. Mit csinálunk? Hova tegyük? Hordjuk vissza? Rakjuk szét a 3-4 helyre, onnan összeszedtük a dolgozóinktól? Szóval azért így nem lehet ilyen felelőtlenül, és ez már sokadik alkalom, amikor ez előfordul. És ott, amit én hallottam a vadkerti lakosoktól, akik odajöttek, ki személykocsival, ki kis teherautóval, utánfutóval, mondta, hogy megyek ki, és szórom szét valamelyre. Azt mondja, ez nem állapot, azt mondja, hogy így működjön egy rendszer, és hát ki van írva, hogy elnézést kérek, mert ez a sótvadkerti hulladék lerakó még, ha jól tudom, még az önkormányzat neve is meg van említve. Tehát nem értem, hogy ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani, most már mondhatom azt, hogy évek óta, mert ez minden évben visszatérő refrén volt. Csak most az a különbség, hogy Vadkert városa, ha jól tudom, fizeti ennek a költségeit, pontosan azért, hogy állandó nyitvatartás legyen. Na most vagy helyettesítésről, vagy más módon, de ezt előre valakikkel közölni kell, és valamilyen formába, és nem úgy, hogy valaki megrakottan kiviszi a hulladékot, és akkor szembesül vele, hogy no, most mit csináljak? Most hova vigyem? És
így találkozhatunk különböző helyeken lerakott különböző hulladékokkal. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ma, akik és holnap is, akik oda mennek, hát nem túl sok jó véleménnyel lesznek erről a megoldásról. Köszönöm szépen. Nagyon nem örülök ennek, hogy ez így van, de annak különösen nem örülök, hogy majdhogy nem ezzel menlevelet adunk annak, hogy bárhova lehet vinni a szemetet. Itt történt egy nem helyes dolog, mert előtte meghatározott időben ezt tájékoztatást kellett volna adni, hogy mikor van zárva a hulladékudvar, de szerintem ez nem jogosít fel senkit arra, hogy a szemetet illegálisan elhelyezze. De természetesen ez megelőzendő, kellene tanulni ebből az esetből, és a következő szabadságkiadást valahogy pótolni. Én azt gondolom, hogy közben itt gyorsan gondolkodtam rajta, itt, és ez is tény, hogy most szeptember 1-től, mivel lecsökkentették volna a hulladékudvar nyitvatartás idejét, mi kértük, hogy ne csökkenjen, mert ez problémát okoz, ezt úgy tudtuk áthidalni, hogy a dolgozó bérétnek a felét, mert annyival csökkent volna a munkaidő, azt mi bevállaltuk, de munkajogilag a dolgozó az a közszolgáltató Kft-nek a dolgozója, tehát ebből szerintem egyértelmű, hogy a helyettesítésről a közszolgáltatónak kellene gondoskodni. Itt megpróbálunk majd nagyon gyorsan. Úgy tudom, hogy holnap lesz itt ügyfélszolgálat, bár nem valószínű, hogy tudnak ezen segíteni, majd valószínű vezetővel kell rövid időn belül. Mostanában visszamenőleg már nem tudunk mit csinálni, de egy következőnél ez tervezett szabadságkiadást legyen, amit előre meghirdetünk, és tudja mindenki, hogy mikor van nyitva, vagy van zárva a hulladékudvar. Igen. Köszönöm a szót, polgármester úr. Sokatszor beszélünk a szemét lerakó helyzetéről, mégis úgy gondolom, hogy akkor még egyszer neki kell ennek futni. Azért ne gondolja a lakosság, hogy ennyire idióták vagyunk, hogyha mi hatáskörünkben lenne ez a dolog, hogy ezt elintézzük, akkor ezt ne oldottuk volna meg. Tehát ez a jó ember, aki ott felügyel a szeméttelepen, ez nem a mi alkalmazottunk. Eldöntötte a cég, a közszolgáltató, aki a szemétszállításért felelős, hogy ezt a jó ember csak fele munkaidőben alkalmazza. Mi azt mondtuk, hogy megér a városnak ez annyit, hogy hozzátesszük a pénzt, legyen mindig nyitva. Tehát mi most azért pluszba fizetünk, hogy egyébként ez a cég csak fele munkaidőben tartaná nyitva a szeméttelepet, legyen egészben. Most arra nem méltatnak, és hogyha ez vigasztalja a lakosságot, én is kivittem a szemetet, bár eszembe nem jutott se a sorompót megkerülni, se máshol letenni, hanem szépen leraktam, és ott van, és kivárom, hogy amikor lehet, kiviszem. De tudom, ez sokakat nem vigasztal, vannak nálam hevesebb vérmérsékletű emberek is, de minden esetre ezt a megoldást én nem választanám, nem is ajánlanám senkinek. De azt sem találom megoldásnak, hogy ha nem is szólnak nekünk, nem kérik a segítségünket, ez a cég, aki fenntartja a szeméttelepet, nekünk kellene kitalálni azt, hogy mikor megy el szabadságra, és nekünk kellene még a helyettesítést is megoldani a mi fizetésünkből. Tehát ezt azért csak azért mondom el, hogy lássa mindenki tisztán, hogy mi a felállás. Hibáztunk abban, hogy amikor felfedeztük ezt a dolgot, még ezeknek ellenére nem oldottuk ezt meg, nem állítottunk oda ki valakit, ez lehet, hogy hiba, csak azt szeretném, hogyha ezt azért értené mindenki, hogy ez nem a mi hatáskörünk. Még így is nagyon sokba kerül ennek a munkahelynek a fönntartása, a szemét elszállítása, a mi felelősségünk, a kapunk kívül van az a konténer, amiért már sokszor elmondtuk, mennyit fizetünk. Tehát ez szerencsétlen dolog, én belátom, de ha most holnap ügyfélszolgálat lesz, akkor itt lesz az ideje annak, hogy ezt a dolgot tényleg rendbe tegyük, hogyha kérnek segítséget, és nem tudják maguk megoldani, akkor legalább kérjenek, értesítsenek, tudjanak róla. Ne én is kivigyem a szemetet, és forduljak vissza, mint minden más vadkerti lakos. Ne vigyük a szemetet, mert éppen ma délelőtt, mielőtt a testületülésre készültünk, akkor utána érdeklődtem, hogy a kamerák föl helyezésre kerültek, és
minden főközlekedési út és mellékút követve van most már, de nem akarok riogatni senkit. Majd szeretnénk visszatérni arra is, a Bezsenyi úr jártként majd térjünk vissza arra, nem is akarom most mondani, hogy mikor lesz következőre nyitva, de valószínűleg akkor lehet látni, ki van írva, hogy mikor. Ezt légy szíves, akkor ezt tegyük már helyre, hogy meddig van most Tacepeo, a szabadság. Szombaton lesz leghamarabb nyitva, az van, hogy elnézést kérünk, szombaton leghamarabb lesz nyitva, de hogy ezt mikor tették ki, azt se tudom. Igen. De az tény, hogy ma szembesültünk vele. Igen. Tehát, hogy azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a héten szombattól már nyitva van a hulladék udvar. Igen. És még annyit ehhez, mint említettem, hogy az elmúlt héten is ugyanilyen hibába estünk, és én erre mondtam azt, hogy ez már annyira bosszantó, ez nem állapot, hogy fogom, visszahozom, lepakolom, megint fölrakom, megint leviszem. Tehát azért ilyenkor azért úgy érzem, hogy van mindennek határa. És hogyha még mindig jobb, nem szívesen mondom én sem, még mindig jobb, ha kikerülte a sorompót, és elvitte oda helyre, mint hogy beviszi az erdőbe, és ott letúrja, mert láttunk, meg igen. Tudjuk, hogy ilyenek is megtörténnek. Minden esetre én is úgy gondolom, hogy nem helyes magatartás, de még egyszer mondom, van olyan, és ott beszéltünk más egy utánfutóval, hogy a szomszédét is hozza, azt mondja, hogy most hova, vigyem a szomszédét, azt túljam vissza, ezt is, mert segítenek egymáshoz. Vittük, ott volt mindjártunknál az a befizetési csekk, amivel bizonyították, hogy igenis lerakhatják ott a hulladékot. De hát ember nincs, aki ezzel foglalkozon, és én tudom, hogy ez nem teljesen az önkormányzaton múlik, de egyetlen. Annyiból mégiscsak az önkormányzaton múlik, hogy a tárgyalási viszonyban, meg ráhatással az önkormányzat van, és nem az állampolgár. Az egyedül nem tud mit tenni. Ez tény. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis ezt nekünk kell megoldani, és ezt a problémát, mivel már visszatérő dolog, éppen ezért még azt is tudomásul tudnám venni, ha valahol olyan helyen volna kiírva, hogy a lakos közvetlen bárhol valami táblán, vagy Tacepaon, vagy a városháza előtt egy valamilyen táblán, ez ki van jelölve, hogy na, ezen a napon szabadságon vannak. Érthető, de amikor már valaki úgy indul oda, hogy fölpakolja a hulladékot, hogy szeretné elhelyezni, hát én azért kíváncsi lennék, hogy hányan örülnének annak, hogy utána vissza kell jönni, és mindent ismét kezdeni előről. Jó. Úgyhogy én ehhez kérném a segítségét az önkormányzatnak, hogy igenis ezzel a céggel le kell ülni, és meg kell velük beszélni, mert annak idején arra is emlékszem, amikor velük megkötöttük a megállapodást, még az elődökkel is, és gondolom, hogy ők jogutódok, nekik a munkáltatói jogba, őnekik van erre kötelezettségük, hogy igenis helyettesítésről gondoskodni kell. Hát mi lenne akkor, hogy más cégeknél, ha valaki elmegy szabadságra, akkor bezárna az iskola, mert elmentek nem tudom néhányan, és akkor nem adnak le ilyen órákat, mert nincsen. Jó, biztos, hogy lehet megoldás, és azt gondolom, az a legegyszerűbb, ha már valami miatt nem lehet, de előre tájékoztatni kell, hogy jövő héten csütörtöktől péntekig nincs, vagy stb. Jó. Homoki Pál képviselő úr. Köszönöm a szót, némiképp békésebb témát szeretnék előhozni, hogyha lehet, bár ilyen parázs vita után kicsit félve szólalok meg. Én egy reklám tevékenységre vagyok hivatott a mai napon, hogyha lehet. Kezemben tartok egy kicsin kis lapot, amelynek több oldala van. Nem tudom, hogy a kamera be tudja esetleg kicsit közelíteni. Nem az evangélikus gyülekezetet szeretném reklámozni, mert szerintem azt elég jól ismerjük Soltvadkerten, hanem azt szeretném mondani, hogy minden háztartás, illetve nem minden, de nagyon sok háztartásban is, mivel vegyes házasságok is vannak, hát ugye hitteink szerint, tehát van evangélikus, református, stb. Evangélikus, katolikus, tehát nagyon sok háztartásban, konkrétan 1000 háztartásban eljut ez a picin kis lap, Soltvadkerten, ami egy gyülekezeti hírlevél, amit nagyon sok alkalommal összefognak különböző, hát más áruházak és egyéb reklámlapokkal, és egy az egyben ki is kerül a kukába. Tehát én azt szeretném kérni, hogy ha ilyet lát valaki a lakosságból, akkor azt esetleg, hogyha gondolja és arra méltatja, akkor vegye kézbe, és ne feltétlen, mint ahogy én is automatikusan nagyon sokszor a különböző prospektusokat kidobom a kukába. Azon egyszerű oknál fogva, mert a hátsó oldalán föl vannak sorolva a különböző alkalmak, gyülekezeti alkalmak, és ezek közül amiért elmondtam az egészet, és amiért a kezembe vettem ezt a lapot, az a január 17-e és 24-e közötti ökumenikus imahét. Na és ez nem csak minket érint, evangélikusokat, hanem mindenkit, az egész várost érinti, és mivel a következő testület ülés az vagy ebbe leesik ebbe a hétbe, vagy legalábbis hát igen, valószínűleg érinti,
Ezért most decemberben már hirdettem, illetve szeretettel hívogatunk mindenkit, tehát minden felekezett tagját kivétel nélkül, majd a januári közös ökumenikus imahétre, amikor együtt tudunk lenni és együtt tudunk ünnepelni. Próbáltam békésebb lenni az előző témánál. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a tájékoztatást, és mindannyian láthatjuk. Haskó László képviselő úr, a szó. Köszönöm szót, polgármester úr! Már az ősz folyamán egyszer lakossági felhívásra jeleztem, hogy a Bocskai utcán kerékpárút mellett van egy olyan akna fedél vagy mélyedés, ami a kerékpárút közvetlen mellette van, és még hál' Istennek, hogy a baleset nem történt. Szóltam, hogy ide lehet, hogy egy valami figyelmeztetést, vagy legalább valami korlát kellene, és pláne most már jön azért csúszós út, látom, hogy ebben a kérdéskörben nem történt semmi. Ez a Bocskai utca, azt hiszem 67-es szám, az Újvári Sanyinak pont a bejárójánál található, Andráson egy picivel túl. Ott van, tehát szinte ilyen szakadék jellegű, ott van a vízóra, aknák, vagy nem is tudom, mi lehet, hogy a másik oldalra megy onnan át a cső, de ott van egy ilyen aknaszerű tünemény az árok parton, ami a bicikli úttal úgy közvetlen, hogy tulajdonképpen ott, ha valakivel belecsúszik ott biciklivel, akkor kezét, lábát biztos, hogy eltöri. De szerencsére még eddig senkivel nem történt meg, de nagyon sokan jelezték, hogy tehát ez egy veszélyforrás. Úgyhogy kérném szépen, hogy ez... Baleset, veszélyes helyzet. Emlékeim szerint ez volt már valóban téma, de úgy látom, ha Hári úrra nézek, akkor ez elmaradt, ugye? Tehát nem emlékszel arra, hogy ezzel foglalkoztunk. Amit a mezőnyi úr jelzett, azt megcsináltuk, erre nem volt valós. A gyökér föl... Igen. Jó. Tehát akkor ezt jegyeztük, ugye Bocskai utca 67 szám környékén. Akna, nézzük meg, hogy mit tudunk vele tenni, ha ezzel tudunk. Főleg jön a csúszós utak, meg minden, így is sokszor ugye, hát egymás mellett közlekednek a biciklis, ott valaki belugrik. Jó, nagyon szépen köszönjük az észrevételt. További kérdés esetre generálódott-e? Úgy látom, hogy nem. A lejárt képviselőtestületi határozatokkal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy kérdés, észrevétel, vélemény fogalmazódott-e meg valakiben? Úgy látom, nem. Aki elfogadásra javasolja, kérem kézfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú képviselőtestület döntése. Igen. Már azt hittük, hogy vége az évnek, de hát még... Programok azért vannak bőven, úgyhogy a Művelődési Házunk igazgatónője a szó. Hilda, tiéd a szó. Halljuk, hogy milyen köszönöm programok szépen, és sok lehetőséget várnak ránk. Köszöntök mindenkit. Hátralévő programokat, tehát ez évi programokat és már januári programokat is szeretnék ismertetni, hogy mindenki időben tudjon készülni a bálakra és az ehhez hasonló programokra. December 18-án pénteken 15:30-kor gyermekek karácsonyát szervezi az Egyesített Szociális Intézmény, a Soltvadkert Jóiton Egyesület és a Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány segítségével. Fellépő Kurz Szandi, illetve Habók János bűvész, a helyszín pedig a Művelődési Ház. December 18 és 20 között péntektől vasárnapig 17-től 21 óráig adventi estéket tartunk az általános iskola melletti parkolóban, melyen több civil szervezet és intézmény is részt vesz az ünnepekre hangolódva. A közösségépítő rendezvényen karácsonyi ételekkel, italokkal, forralt borral, teával és kézműves termékekkel várják az érdeklődőket. A rendezvényt Leocki Ferenc polgármester úr nyitja meg 18-án, pénteken 17 órakor, és műsort ad a Vadkerti Ezer Jó Néptánc csoport és az általános iskola diákjai. December 20-án, vasárnap, 17 órakor adventi zenés áhítatot tartanak a baptista imaházban, melyre mindenkit szeretettel várnak. December 24-én, karácsony szentestéjén, körülbelül 18 órakor az istentiszteleteket követően hagyományossá vált forralt borozásra várja a terepjáros szakosztály a város lakosságát, mely közben meghitt karácsonyi zenék hangzanak el. December 24 és január 3 között a Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ, valamint a Városi Sportcsarnok is zárva tart.
január 9-én egész napos újévi asztali teniszkupát rendez a Soltottkerti TE asztali tenisz szakosztálya a sportcsarnokban. Szintén január 9-én szombaton 18 órától vadászbálat szervez a Kossuth Vadásztársaság az általános iskola ebédlőjében. Érdeklődni és jelentkezni Zsebi Lászlónál a 30-as 916 53 54-es telefonszámokon lehet. Január 17-én vasárnap a Soltottkerti Focisuli Egyesület rendezi meg a hagyományos Sörös Lajos emléktornát a sportcsarnokban. Ahogy már lelkész képviselő úr is elmondta, január 17 és 24 között ökumenikus imahetet tartanak a város felekezetei. Január 23-án szombaton 18 órától a Lovasklub tartja ezévi báját az általános iskola ebédlőjében. Érdeklődni és jelentkezni Ganglő Gábornál a 20-as 548 61 83-as telefonszámon lehet. Januárban, februárban ismét várnak minden érdeklődőt a Téli Gazda Esték című rendezvény sorozatra a Művelődési Ház Színház termébe. A Soltottkerti Gazdakör szervezésében hétről hétre keddenként tartják az előadásokat. Januárban 26-án, februárban 2-án, 9-én és 16-án. A kezdési időpont minden alkalommal 17 óra. A programokról további információt személyesen a Művelődési Házban vagy a 78-as körzet 582-585-ös, a 70-es 943-34-31-es telefonszámokon, illetve a műfázkukat@soltottkert.hu e-mail címen kaphatnak. Megtalálhatják még a Vadkerti Újságban, a Kábeltelevízió képújságában, illetve a Vadkerti Krónikában is hallhatják. Ezen kívül pedig a www.soltottkert.hu honlapon is mindenki olvashatja az aktuális programokat. A Művelődési Ház minden dolgozója nevében áldott békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok Soltottkert minden lakójának. Köszönjük, hogy megtisztelték 2015. évi rendezvényeinket, és reméljük 2016-ban is találkozunk Önökkel. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, igen, részletes tájékoztatást a programokról és a karácsonyi jó kívánságokat ugyanúgy. És akkor... most érkeztünk el az első napi rendi pont tárgyalásához, melynek tárgya lakások és helyiségek bérletéről szóló képviselőtestületi rendelet módosítása, kiegészítése és egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése. Tudjuk, hogy az előző képviselőtestületi ülésen döntés született a lakások és helyiségek bérleti díjának változásáról. Ez rendeleti formában történő megjelenéséről kell most dönteni a képviselőtestületnek. Az ügyrendi bizottság véleményének ismertetésére dr. Posgai Boglárka képviselőnőt kérem. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk tárgyalta ezt a napirendi pontot, és napirendi pontként való tárgyalását támogatja. Köszönöm szépen. Szeretnénk meghallgatni Bezsenyi László elnök úrtól a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság javaslatát. Köszönöm, polgármester úr. Tehát, mint ahogy a polgármester úr említette, novemberben már ezek a bérleti díjak megalapításra kerültek. A mostani előterjesztésnek a lényege az, hogy ezt a bérleti díjakat önkormányzati rendelet formába kell megjelentetni, illetve formába kell szabályozni. A Gazdasági és Vállalkozási Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnénk meghallgatni a pénzügyi bizottság álláspontját. Udvarhelyi Attila képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A gazdasági bizottság elnöke már elmondta a rendeletmódosítás lényegét. A pénzügyi bizottság számszakilag is átvizsgálta, és úgy számoltuk, hogy összhangban van a novemberben elfogadott díjtételekkel, azzal összefügg, illetve egyébként még egy-két paragrafusban került pontosítás, módosítása bérleménnyel kapcsolatos kérdésekben, ami a bérlőket érinti. A pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta a rendelet módosítását. Köszönöm szépen a képviselőtestület, illetve a bizottságok munkáját. Kérdés, észrevétel, vélemény, mint ahogy elhangzott, nagyon szerény mértékű bérleti díjemeléséről dönt ezzel a rendület, illetve ezzel a rendeletalkotással a képviselőtestület összességében éves szinten mintegy 40 ezer forintos többletbevétele, illetve többletkiadást jelent a bérlők részére. Úgy látom, hogy döntéshelyzetben van a képviselőtestület, aki a rendelet tervezetet a
Elfogadja, kérem, kész feltartása jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú képviselőtestület döntése. A második napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. A második napirendi pont tárgya a vásár és piaci árusítás díjtételeinek megállapításáról szóló képviselőtestületi rendelet módosítása. Gyakorlatilag ugyanaz, mint az előző napirendi pont, csak itt nem a lakások és helyiségek bérleti díját változtatjuk, hanem a piaci díjtételek változása kerül rendeleti formában rögzítésre. Ügyrendi bizottság véleményének ismertetésére dr. Posgai Boglárka képviselőnőt kérem. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk tárgyalta és annak napirendi pontként való tárgyalását támogatja. Köszönöm szépen, tehát ügyrendileg semmi akadálya, nincs, hogy tárgyalja azt a képviselőtestület. Bezseny László elnök úrtól szeretnénk hallani a gazdasági és a vállalkozási bizottság álláspontját. Köszönöm, polgármester úr. Tehát ez is hasonlóképpen, hogy minden év novemberében felülvizsgáljuk a különböző díjtételeket. Ez az előző testületülésén megtörtént, elég komolyan ki is tárgyaltuk részleteibe menően, úgyhogy ez valóban kiváltott egy ilyen részletes bizottsági és testületi témát, és úgy gondolom, hogy a mostaninál már csak a rendeletben foglalás az, ami miatt ezt az előterjesztést gazdasági és vállalkozási bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Udvarhelyi Attila képviselő úrtól szeretnék kérdezni a pénzügyi bizottság álláspontját. Köszönöm a szót, polgármester úr. A pénzügyi bizottság szintén rendben találta számszakilag is, és összhangban is a korábbi novemberi döntésünkkel a díjtételek rendetbe való foglalását, úgyhogy egyhangulag támogattuk a rendelet elfogadását és módosítását. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, vélemény. Zsikla képviselő úr, jelszom. Köszönöm a szót, polgármester úr. Gondolkodtam, hogy elmondjam ezt, vagy nem, de hát olyan kevés napirendi pont van, hogy így van időnk is. Elmondom. Tehát valóban a mezőgazdaság bizottság most nem tárgyalta, de az elmúlt hónapban tárgyalta a piaci árakkal kapcsolatos felvetést, és akkor ebből komoly viták is voltak. A mi bizottságunk csak azt kérte, hogy a szabad ég alatt való árulás és a árusítás és a fedett árusításban legyen differenciálás. A konkrét összegek azok inkább a pénzügyi bizottságnál kristályosodtak ki. Hát javaslataink voltak, és ezt a bizottsági álláspontot tolmácsoltam. Most ezt azért mondom el, hogy szeretném megköszönni annak, aki gondolt rám így karácsony körül, és a piacosoknak úgy terjesztette el, hogy Zsikla képviselő kérte az áremelést a piacon. Köszönöm, hogy gondolt rám, én is szeretettel gondolok rá, és imádkozni fogok érte, de legközelebb azért figyeljen oda, és pontos dolgokat mondod, tehát én csak a bizottság álláspontját tolmácsoltam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de attól nemesebb cselekedet nincs, mint egymásért imádkozni, tehát ez már érdemes volt. A komolyra fordítva, tényleg, bár ez is nagyon komoly. Valóban így van, hogy Zsikla képviselő úr elmondta, ezekről a díjtételekről a döntés már a novemberi bizottság, illetve testületüléseken megszületett, és a piaci díjtételekkel kapcsolatban elég hosszan elidőztek a bizottságok. Külön mérséklésre került a fedett és a szabad ég alatti árusítás közötti különbség. Most a döntés alapján ez folyóméterenként a fedett részen 7500 forint folyóméter per év, a szabad ég alatt pedig 6500 folyóméter per év, és a Hári úr úgy tudom, hogy keményen dolgozik azon, hogy mikor és mennyire lehetne a kettes ütemet is megvalósítani, tehát hogy a jelenleg szabad ég alatti árusítás is komfortosabb, tehát fedett legyen, úgyhogy erre kérünk majd változatlanul javaslatokat, alternatívákat a Hári úrtól. Ugyanígy különbség van a folyóméteres díjtételekbe, ugyanígy a fedett részen és a szabad ég alatt történő árusítás tekintetében is. Ez összességében már egy picit nagyobb volumenű, de a piac bevételt szempontjából nem olyan nagy jelentőségű változás. Ez mindösszesen 300 ezer forintnyi többletbevételt remél a Kft. Ennek a rendelet elfogadásától, illetve díjtételek változásától. Bezsenyi képviselő úr, a szó.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Amit Zsikla képviselő úr elmondott, ezt én magam is cáfolnám, hogy ő ilyen előterjesztést tett volna. Én a mezőgazdasági bizottságnak a tagja is vagyok, és nem volt ilyen javaslat, előterjesztés. Tény, hogy ami az előterjesztésben szerepelt, majd később kellő információt kapott a többi bizottság már a piaci díjtételekkel kapcsolatban, és ez tükröződött már a pénzügyi bizottság ülésen, amikor egyetértésben már a háttérben megbeszéltük, hogy valóban indokoltak azok a dolgok, amelyeken változtatni kellett, de semmi ilyen nem hangzott el, hogy ezt a Zsikla képviselő bármilyen díjtétel emelést javasolt volna, úgyhogy ezt én megcáfolom a bizottság ülésen. Köszönöm szépen. További észrevétel, vélemény, esetleg kérdés vagy javaslat? Úgy látom, hogy döntéshelyzetben vagyunk, aki elfogadja előterjesztésnek megfelelően a rendeletet, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú képviselőtestület döntése. A harmadik napi rendi pont tárgyalásához érkeztünk, melynek tárgya Soltvadkert Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása. Tudjuk, hogy 2015. december 31-éig van hatályos képviselőtestületi döntésünk, költségvetésünk. Minden évben gondoskodnunk kell arról, hogy addig, amíg a új költségvetést a képviselőtestület nem fogadja el, addig átmeneti rendelkezések hivatottak biztosítani a költségvetés zavartalan biztosítását a következő év finanszírozásához. Reményeink szerint a elképzelésünk az, hogy a januári képviselőtestületi ülésen el fogjuk fogadni 2016-os évi költségvetést. Ez azt jelenti, hogy egy hónapra fog érvényes lenni ez az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. Minden bizottság tárgyalta az előterjesztést. Dr. Posgai Bográrka képviselőnője a szó az ügyrendi bizottság álláspontjának ismertetése céljából. Bizottságunk ügyrendileg a napi rendi pontot tárgyalta, és annak napi rendi pontként való tárgyalását támogatja. Köszönöm szépen. Szeretnénk hallani a pénzügyi bizottság véleményét Udvarhelyi Attila képviselő úrtól. Köszönöm a szót. Ahogy a polgármester úr utalt rá, ezt a rendeletet a költségvetés folyamatossága miatt kell megalkotni a képviselőtestületnek. Terveink és elképzelésünk szerint ez egy hónapig fog működni. Alapvetően tartalmi része is erről szól, hogy a működési kiadások, finanszírozás, bevételek, önálló működő költségvetési szervek bevételei kiadásának támogatása, ez mind-mind a 15-ös évi költségvetésünkben meghatottaknak az 1/12 részét, tehát egy hónapra első részét tartalmazhatja és használhatja fel. Külön kitérve település titkossági feladatok ellátására 500 000 forinttal is még 3-4 tételre, most hagyd ne soroljam fel ezeket, de ez teljesen összhangban a eddigi költségvetésünkkel. A pénzügyi bizottságunk ezt a rendeletet megfelelően találta és egyhangulag támogatja. Köszönöm szépen. Bezsenyi László elnök úr, a szó gazdasági és vállalkozási bizottságra. Köszönöm, polgármester úr. Hasonlóképpen a rendi bizottság elnöke elmondta, a gazdasági és vállalkozási bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen, és szeretnénk hallani Zsikla Győző elnök úrtól a környezetvédelmi és a mezőgazdasági bizottság álláspontját. Köszönöm, polgármester úr, bizottságunk is megtárgyalta a napi rendi pontot. Igaz, hogy nem mi ijedtünk el teljesen a számok között, de tudtuk, hogy egy technikailag fontos szabály, ezért egyhangulag támogattuk. Köszönjük szépen. Editke, látod ezt a bizalmat, ugye? Köszönöm szépen. Haskó László elnök úr, a szó. Köszönöm szót, polgármester. Abban kényelmes helyzetben vagyok, hogy előttem lévők már minden mondták, hogy miről van szó ebben a kérdési pontban, csak csatlakozni tudunk ehhez a bizalom erősítő napi rendi ponthoz. Köszönöm szépen. Most, hogy ráérünk, mondanám, hogy az előterjesztőnek is szót adunk, de eddig sikertelen volt mindig, úgyhogy most nem is teszek sikert vagy kísérletet erre, de természetesen nem komolyra fordítva minden ehhez kapcsolatos dolog le van írva, és semmi új dolog nincs benne. Úgy látom, hogy döntéshelyzet nem.
Udvarhely Attila képviselőre a szó. Nehogy valaki félreértse, tehát erre az egy hónapra nem kell hitelt felvenni az önkormányzatnak. Nem. Tehát a költségvetésünk biztosítja azt, hogy ezt az egy hónap átmeri időszakot a város túlélje. Hát ez azért jó volt hallani, ugye, Edithke. Tehát tényleg valóban így van, mint ahogy a közmeghallgatáskor is picit kitértünk erre. Hála Istennek a 2015-ös költségvetési évünket a terveinknek megfelelő paraméterekkel fogjuk reményeink szerint zárni. A önkormányzattól függő saját bevételi oldalon 100%-ot meghaladó teljesítések vannak. Úgy látszik, hogy az iparűzési adó bevételünk annak ellenére, hogy a képviselőtestület úgy döntött, hogy csökkentette az adó mértékét 2014-ről 2015-re, nem fog jelentős adócsökkentést, csökkenést eredményezni. Elképzelhető, hogy a hasonló, előző évhez hasonló mértékű bevétellel fogunk tudni számolni, és azt is elmondtuk a 3-4 éves teljesítésnél is, úgy emlékszem, hogy a kiadási oldalon és a szigorú pénzgazdálkodás következtében nagyon szerény mértékű működési költséggel fogjuk tudni zárni a 2015-ös évet. További kérdés, észrevétel, vélemény. Aki elfogadásra javasolja, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. A negyedik napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. A negyedik napirendi pont tárgya Soltvadkert város önkormányzata a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló júniusban meghozott önkormányzati rendelet módosítása. Ez a módosítás összefügg azzal, hogy novemberi képviselőtestület ülésen döntöttünk arról, rendeletet alkottunk a belterületi tűzgyújtással kapcsolatban. Ott képviselői indítványra fölmerült, hogy ha alkotunk egy rendeletet, akkor szankciót is helyezzünk mellé. Ennek az orvoslására készült ez az előterjesztés, hogy közigazgatási eljárás keretében lehessen szankcionálni a tűzgyújtási rendeletünk megszegőit. Minden bizottság tárgyalta az előterjesztést. Dr. Posgai Boglárka képviselőnőt kérem az ügyrendi bizottság véleményének ismertetésére. Bizottságunk ügyrendileg tárgyalta ezt a napirendi pontot, és annak napirendi pontként való tárgyalását támogatja. Köszönöm szépen. Zsikla Győző elnök úr, a szó. Köszönöm szépen, polgármester úr. Bizottságunk is tárgyalta. Külön köszönetet szeretnénk mondani dr. Viszkóf Zoltán jegyző úrnak, aki nagyon alaposan kidolgozta ezt a javaslatot, és ezért bizottságunk támogatja. Köszönöm szépen. Bezsenyi László elnök úr, a szó. Köszönöm, polgármester úr. Tehát konkrétan arról van szó, hogy a tűzgyújtással kapcsolatos esetleges szankció lehetősége. Teremtsük meg azt a lehetőséget, és erre készítette az jegyző úr az előterjesztést. Úgy gondoljuk, hogy az előző testületülésnek az egyik témája volt, ami alapján most megszületett ez a döntés, amely úgy gondolom, hogy fontos, hiszen ha egy rendelet van, akkor annak legyen valamilyen háttér szankciója is. A Gazdasági és Vállalkozási Bizottság az előterjesztést egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, és szeretnénk hallani a köznevelési, kulturális, sport és az egészségügyi bizottság véleményét Haskó László elnök úrtól. Köszönöm szót, polgármester úr. Bizottságunk annak okán támogatta, hogy a rendelet módosuljon. Ugye korábbi fölvetés volt az, hogy ha már van egy rendeletünk, akkor azt hogy lehet betartatni, és nyilván betartatni vagy betartani, nyilván csak úgy lehet, hogyha bizonyos szankciókat is állítunk bele, és ez előzőleg ugye ebből a rendeletből hiányzott, most támogatta a bizottság a belmenést. Köszönöm szépen, és Udvarhelyi Attila képviselő úrtól kérdezzük, a pénzügyi bizottság hogy látja mindezt a dolgot? Azon túl, hogy a rendeletalkotást minden bizottságot érint, azért ennek lehet pénzügyi vonzata is. Kiemelném, hogy ez ugyanaz a kategória, amit már korábban megalkottunk a képviselőtestület révén a közösségi együttélés alapvető szabályi közepette, hogy a hatósági eljárás során 30 ezertől 500 ezer forintig lehet büntetni a szabálysértőket. Bár bízunk abban, hogy erre nem kerül sokszor azért
sor, hogy valakit ez miatt kelljen büntetni, de ugye a vétség mértékétől függően az elég súlyos büntetés van maga után, hogyha valaki ezt nem tartja be. Köszönöm. És a bizottságunk egyhangulag támogatta a rendelet módosítását. Köszönöm szépen, tehát erős lépéseket tettünk a rend irányába. Kérdés, észrevétel, vélemény. Ez, ha jól emlékszem, akkor a júniusi rendeletünket a közterületi alkoholfogyasztás tilalmával kapcsolatban hoztuk, ugye, jelző úr? Igen. Igen, mert csak úgy közbe jutott eszembe, majd jövőre valamikor egyszer lehet, hogy érdemes lesz majd a közterület felügyelőket is meghallgatni, hogy milyen eredményeket tudtunk ezen a területen elérni. További kérdés, észrevétel, úgy látom nincs. Aki elfogadásra javasolja az előterjesztést, kérem kész feltartásra jelezze. Köszönöm szépen egyhangú képviselőtestület döntése. Az 5. napirendi pont tárgyalásához érkeztünk, melynek tárgya Szekér Jánosné 6230 Soltvadkert Szarvaskút Dülő 33 számolatti lakos telekügye, amely a valóságban majd, vagy reményeink szerint a Selymes utca 4 szám alatti lesz. Ez egy nagyon érdekes előterjesztés. Én annyit bocsájtok mindjárt előre az elején, hogy bele tudom képzelni magam annak a családnak a helyzetébe, aki egy egyébként is nehéz helyzetbe, amikor hagyatéki eljárás keretében derül ki, hogy az az ingatlan, az a telek, amit évtizedek óta úgy gondolt, hogy az övé, akkor a hagyatéki tárgyalásnak kiderül, hogy itt valami nem stimmel és nem az övé. Én majd valószínű azt teszem, hogy a bizottsági elnökök véleménye után az előterjesztést készítő aljegyzőnek fogom átadni a szót, és ő el fogja mondani közérthetően, hogy hogy került ez a dolog ide, ez az előterjesztés, és reményeink szerint ez a legegyszerűbb módja a jogorvoslatnak. Az ügyrendi bizottság véleményének ismertetésére szeretném kérni dr. Bozsgai Bográrka képviselőnőt. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk ügyrendileg tárgyalta, és annak napirendi pontként való tárgyalását támogatja. Köszönöm szépen. Szeretnénk meghallgatni a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság álláspontját Bezsenyi László elnök úrtól. Köszönöm, polgármester úr. Tehát Szekér Jánosné és Soltvadkerti lakos egy kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amiben leírja, hogy mintegy 40 éve ezelőtt a Selymes utca 4 szám alatt építettek egy ingatlanra, ami annak idején az állami gazdaságnak a tulajdonában volt. Férje ott dolgozott, ezért kapott ott egy lehetőséget, hogy odaépítheti a házát. Ez egyértelmű, hogy ők ezt annak idején felépítették. Majd sajnálatos módon idős Szekér János az elmúlt időszakban elhunyt, és a hagyatéki tárgyalásnál, illetve hagyaték folyamán derült ki, hogy ők semmilyen tulajdonjoggal itt nem rendelkeznek, hanem az önkormányzatnak a tulajdonában van ez az ingatlan, és ez pedig az 1990-ben lévő törvény által került, illetve akkor megalapított törvény alapján került az önkormányzat tulajdonába, hiszen akkor az állami tulajdonú földeket az önkormányzatok kapták meg, és most jelen pillanatban arról szól a történet, hogy hát szeretnék, hogyha ezt a telket legalább megvásárolni tudnák, és a tulajdonukba kerüljön. Erre tudomásom szerint és az előterjesztés alapján a polgármesteri hivatal munkatársaival tárgyalást folytattak, amelyben mintegy 62.500 forintos vételárat ajánlottak a teleké, amelyre a környező telek árakat figyelembe véve, és erre van egy adóértékbizonyítvány is, úgy gondoljuk, hogyha ezek a számok helytállóak, és a kérelmező ezt elfogadja, akkor a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság ezt egyhangulag támogatja ennek a rendezését, mert talán úgy tűnik, hogy ez volna a legegyszerűbb módja ennek a telekügynek a lerendezésére. Egy biztos, hogy ez a tulajdonjog korábban az övéké, és hát a házat is teljesen ők építették. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság részletes tájékoztatását. Udvarhelyi Attila
Képviselő úrtól kérdezzük a pénzügyi bizottság javaslatát. A pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta az előterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen. Közben úgy látom, hogy a Bezsenyi László elnök úr egész részletesen elmondta a tényhelyzetet, de hogyha bárkinek kérdése, észrevétele van, nyugodt szívvel jelezze, mert nagyon fontos dolog ez, hogy mindannyian minden részlet ismeretében tudjuk a döntésünket meghozni. Tehát Udvarhelyi Attila képviselő úr, a szó. Csak inkább mint tanulság, hogy tehát érdemes, ha valahol bizonytalan az ingatlan kérdése, mert mit tudom én, olyan időszakban épült és olyan területen, akkor ezt minden marad tisztázni, mert ebben azért kellemetlen szituációk kerekedhetnek ilyenkor. Erről erre fény. Igen, tehát szeretnéd fölhívni a lakosok figyelmét, igen, hogy érdemes a tulajdoni lapot néha megtekinteni, hogy vajon hogy is áll ez a dolog. Tényleg valóban így van. Sok kellemetlen dologtól dolgot meg lehet érezni, és én azért biztatok mindenkit, ha véletlen ilyen helyzetet talál, és tudjuk orvosolni, tudunk segíteni, akkor hasonlóan igyekszünk majd mindent megtenni annak érdekében, hogy lehető legegyszerűbb módon helyre billenjen a valamikor elkövetett hiba, vagy félreírás, vagy nem tudom micsoda. Bezsenyi képviselő úr, a szó. Szépen. Még egy rövid kiegészítés. Tehát a Selymes utca az követően került kialakításra, és sajnálatos módon az utca kialakításkor sem merült ez fel, illetve nincs már erre felelhető semmilyen információ adat, ami rendelkezésre állna, hogy ez miért is maradt ki, hiszen ott már kialakított utca, illetve belterületi helyrajzi számok vannak, és ez is megkapta ezt a belterületi helyrajzi számot, és mégsem derült ki annak alapján, hogy ez hogy maradhatott ilyen formában, hogy az önkormányzatnak van ott egy tulajdon része. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sajnálatos, és a családnak ez megnyugtató, akkor szerintem minél gyorsabban ezt le kell rendezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de nem emlékszem már most pontosan, de valahol a Szent István utca környékén is volt pár évvel ezelőtt ilyen hasonló eset, hogy az utca tulajdonjoga az nem volt egyértelművé téve, és azt is sikerült egyértelművé tenni. További kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, aki elfogadásra javasolja az előterjesztést, hogy az említett 262.500 forintért ez a tulajdonjog helyre billenjen, kérem kézfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú képviselőtestület döntése. Az utolsó előtti napirendi pont tárgyalásához érkeztünk, melynek tárgya Soltvadkert Kecel kerékpárút állami tulajdonban álló területeinek ingyenes tulajdonba vételére irányuló eljárás megindítása. Hát tudjuk, hogy én már harmadik éve kerékpározhattunk közösen, és áthathattuk a Kecel-Soltvadkert közötti kerékpárutat, de hát a utómunkálatok még ma is zajlanak. Azt reméljük, hogy ez az utolsó elmaradt dolog, amit most helyre tudunk tenni, tehát azok az állami tulajdonban lévő területrész, amire az önkormányzat ráépítette a kerékpárutat, vagy időtávolságon van. Ezek most azt reméljük, hogy ezzel a döntéssel önkormányzati tulajdonba kerülhetnek. Két bizottság tárgyalta az előterjesztést, az ügyrendi, gazdasági és vállalkozási bizottság. Dr. Posgai Boglárka képviselőnőt kérem az ügyrendi bizottság véleményének ismertetésére. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk ügyrendileg tárgyalta, és annak napirendi pontként való tárgyalását támogatja. Köszönöm szépen, és Bezsenyi László elnök úrtól szeretnénk hallani a gazdasági és vállalkozási bizottság javaslatát. Köszönöm, polgármester. Tehát mintegy 9 területről van szó, ami a Keceli kerékpárútnál ingyenesen kerülne az önkormányzat tulajdonába. A Gazdasági és Vállalkozási Bizottság ezt egyhangulag támogatja, annál is inkább, mert ez csak is kerékpár út céljára lehet igénybe venni, és hát bízunk benne, hogy ez hosszú távon így is marad. Egyhangulag elfogadásra javasoljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, vélemény. Keceli kerékpárút tulajdonrendezése. Haskó László. Én azt szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen tehát én személy szerint azt gondoltam, amikor ugye ez átadásra került, és tudom, hogy előtte is voltak a magánszemélyekkel ugye előzetes, nem kemény egyeztetések,
hogy ez ilyen tekintetben, amikor egy kerékpárút elkészül, akár most a Bócsa-Vadkert között is, hogy tulajdonképpen ezek a, tehát akkor indulhat el egy építkezés, amikor birtokba vette valaki azt a területet, de ezek szerint úgy tűnik, hogy nem. És a kérdésem inkább arra irányulna, hogy mondjuk akkor a magánszemélyekkel itt a Bócsai útnál is rendezve vannak ezek, vagy azért vannak még folyóügyek, de hát a Kecseliben gondolom, hogy a magánszemélyek azért rendben vagyunk. Igen, nagyon köszönöm ezt a kérdést, majd a jegyző fog segíteni ebbe. Tehát a Keceli kerékpárút építésénél is, de a Kiskörösinél is, a Halasi kerékpárút építésénél is úgy emlékszem, hogy nem volt ilyen szigorú feltétel, hogy a tulajdon viszonyokat rendezni kellett addigra, mielőtt a kerékpárút elkészüljön, de szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a Keceli kerékpárútnál is a magántulajdonok rendezése időbe és határidőbe megtörtént. Ez a állami tulajdonok rendezési módja az nem egyszerű. Nem egyszerű, majd meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, hogy hogy nem. Éppen most a héten a parlamenti képviselőrral volt alkalmam fönt lenni az egyik államtitkárnál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, és ő neki hozták a Solt-Vadkerttel kapcsolatos dossziét, és úgy meglepetésünkre mondták, hogy hát még van egy állami tulajdon, rendezetlen állami tulajdon dolog, hát mondom, hogy nem igazán tudok erről, és akkor kiderült, hogy a fontházban lévő volt MSZMP tulajdon rendezés van folyamatban, és hát mondta az államtitkár helyettes, hogy nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt mi elképzeljük, még hosszú idő lesz, mire döntés születik benne, és nem biztos, hogy tulajdonba kaphatjuk, mert az állam most nagyon vigyáz a tulajdonára és a vagyonára. De hát annyit tudtam csak mondani, hogy ha megnézi, akkor bizonyára úgy van, hogy ez egy több száz négyzetméteres ingatlan, és abból néhány négyzetméter, tehát tulajdoni jogba ilyen ezred, vagy nem tudom, milyen tulajdoni hányadról van szó, és hát mondta, hogy majd akkor megnézik, hogy mit tudnak ezzel tenni. Tehát ez a legkevesebb, de a Terike intézi ennek a háttér munkálatait. Emlékszem, mikor 2 vagy 3 évvel ezelőtt ezt Kecskeméten elindítottam, akkor ott úgy biztattak, hogy egy levél kell, és akkor automatikusan ez visszakerül, de nem olyan egyszerű ez a dolog, úgy látszik. És visszatérve konkrétan a kérdésre, a Bócsa-Vadkert közötti kerékpárútnál már a beruházás megkezdése előtt a tulajdon viszonyokat rendezni kellett, és ezeket sikerült is rendezni. Minden magánszeméllyel sikerült megegyezni a szerződésnek megfelelő díjak. Én úgy tudom, mindenkinek kifizetésre is kerültek. De a jegyző úr majd segít ebben. Igen, kétfelé lehet mondani ezeknél a kerékpárút építéseknél a magánszemélyek ezeket a területszerzéseket. Egyrészt a magánszemélyek, másrészt pedig az állami tulajdonban lévő területekről van szó. A magánszemélyeknél minden esetben kell valamiféle szándéknyilatkozat ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon, és csak úgy lehet lezárni a beruházást, hogyha a magánszemélyektől valamilyen jogi formában, akár ajándékozással, akár adásvétellel, bérlettel, szolgálmi joggal és a többi, ami használatunkba vagy tulajdonunkba kerül a terület. Ez a Keceli és a Vadkerti kerékpárútnál is megvalósult a beruházás befejezése előtt, tehát jelen pillanatban, pont ma beszéltünk erről az ezért felelős kolléganővel, az összes magánszemély megkapta a területéért járó pénzt. A másik része az állami kezelésben lévő területek. Ennél a beruházás megkezdése előtt a KKK, ez a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, ami a magyar állam tulajdonában lévő közutakat és azok mellett lévő közterületeket felügyeli, illetve ő rendelkezik velük, kétféle úton, módon értesül a beruházásról. Egyrészt szakhatóságként megkeresik őket, tehát már maga a kerékpárút építésekor hozzájárul a kerékpárút építéshez, másrészt pedig folyik egy előzetes egyeztetés, ami meg is előzi egyébként a kerékpárút megépítésének az elkezdését, meg egyébként párhuzamosan is halad vele. Ők hozzá szoktak járulni az építkezéshez, hozzájárulnak a műszaki adás átvételhez, és mivel meglehetősen lassan működnek, ezért akár hónapokkal a beruházás befejezése után kerül pont ennek a dolgoknak a végére.
tehát az ő kezelésükben lévő ingatlanokat csak a beruházás befejezését követő pár hónap múlva kapja az önkormányzat tulajdonba, illetve kezelésbe. Ez szerencsére sosem akadályozza a pályázati pénzek lehívását, meg a pályázat befejezését. Valószínűleg már az irányító hatóság, aki a pályázatokat kezeli, is tisztában van ezzel a furcsasággal, és nem szokták megkövetelni a pályázat lezárásához azt, hogy a magyar állammal is már érvényes szerződésünk legyen. Tájékoztatást úgy gondolom, hogy egyértelmű a válasz. További kérdés, észrevétel, vélemény, ha már itt vagyunk ennél kerékpár után, lehet, hogy az elején kellett volna mondani. Nagy örömünkre szolgált, hogy szombaton ünnepélyesen is átadhattuk a forgalomnak a kerékpárutat. Természetesen a műszaki hivatalos átadás, átvétel még ezután fog majd megtörténni. És csak azért hozom most itt elő, mert sok kerékpárút átadó ünnepségen vehettünk már részt. Ilyen sokan még nem voltak kerékpárút átadáson, emlékeim szerint Soltvadkerten, de mondhatom, hogy a környező települések kerékpárút átadó ünnepségén sem. Ez nekem azt üzeni, vagy azt jelzi, hogy sokan vártuk ezt a szép kerékpárutat, és azt remélem, az a reménységünk, hogy hosszú időn keresztül pozitív élményeink lesznek majd ezzel a Soltvadkert Búcsa közötti kerékpárúttal kapcsolatban. Az biztos, ezt ott kint a köszöntőn is mondtam, hogy nagyon sokan örülnek ennek a kerékpárútnak. A Seres néni az olyannyira örült, hogy a héten volt bent külön megköszönni, hogy hát ő ezt nem gondolta volna, hogy ő ezt megéri, hogy most már nyugodtan kerékpározhat ki a tanyára a tehenkét megfejni. De tudom, hogy nagyon sokaknak örömet okoztunk ezzel, és végzik jelenleg is a munkálatokat, hogy tényleg a környezete is olyan legyen, ami minden igényt kielégít majd. Igen, azt az alpolgármester úr majd erről fog adni tájékoztatást. Többek felvetették, hogy korlátok kihelyezésre kerülnek-e, abból az apropóból, hogy talán a kiskunhalasi kerékpárútnál sokkal kisebb árokmélységnél került ki korlát. És az alpolgármester úrról szól. Köszönöm a szót, polgármester úr. Valóban jó szándékú figyelemfelhívás keretében többen is szóltak, hogy úgy ítélik meg, hogy ennek a kerékpárútnak bizonyos szakaszai balesetveszélyesek, és hát a tervek tartalmaznak is erre utalást, és konkrét korláttal ellátott szakaszokat. Egész pontosan a 1,5 méternél magasabb töltés, most hogyha ugye árokból nézzük, akkor ez töltésnek minősül, tehát 1,5 méternél mélyebb árok esetén korlátot kell kitenni, ez a terv tartalmazza, és ezt a terv tartalmazza, és pontosan meg is jelöli, hogy mely szakaszok ezek. Ezek még el kell, hogy készüljenek a kivitelezés keretében. Ezen felül mi még magunk úgy gondoltuk, hogy ha a kivitelező esetleg csak a konkrétan megjelölt szakaszokon csinálnak korlátot, akkor azért végigjárnánk, hogy mi magunk is meggyőződjünk arról, hogy itt a végleges kivitelezés után vannak-e olyan szakaszok, amik még mélyebbek, mint 1,5 méter, és akkor esetleg oda valamilyen megoldást találjunk. Mert tényleg úgy tűnik, így elsőre, ha végigmegyünk ezen az új kerékpár úton, hogy elég hosszú szakaszokon van mélyebb árok, tehát hosszabb szakaszokon kellene korlátot kialakítani. Köszönöm szépen. Igen, én is köszönöm ezt a lehetőséget, és még egy dolog jutott eszembe, de ebbe is a Hári úr és a jegyző úr intézkedtek már, tehát a Búcsai úti nyílt csapadék csatorna, az beletorkolik a kerékpárút melletti árokba, és ott a volt Mészoltónál, ott csatlakozik a 7F csatornába, ami megy ki a tóra, és itt is több jelzés érkezett, hogy ott olyan útcsatlakozás is készült, ami alá nem tettek átereszt. Ezt helyre kell billenteni, meg több helyen
zárta a vízútját a Rézsűn lefolyó különböző építési törmelék, ezeket rendezni fogják. Ez különösen azért fontos, én is örülök is neki, hogy sokat foglalkoztat ez a dolog, mert hogyha most itt ilyen 30-40 mm-es csapadék zúdulna a városra, akkor ez város jelentős területének a belvízelvezető csatornája is egybe ez a zárok. Homoki képviselő úr, jelszó. Köszönöm a szót. Gazdasági bizottságon beszéltünk már róla, de itt a szeretném elmondani, mert ezzel engem megbíztak, a város lakosságából elég sokan kérdezték nem csak a korlátokat, hanem a fásítást. Tehát, hogy lesznek-e fák az új kerékpárút mellett, Búcsa felé vagy sem, hiszen nagyon sok helyütt látják, Akasztó és Kiskörös között nagyon sűrűn, mindkét oldalon vannak fák, van, ami nagyon sok érve, ami ellene szól, pont az, hogy fölnyomják a fák gyökere ezt a bizonyos kerékpárutat, az újat, különösen könnyen, de van-e a tervben erről szó, lesznek-e fák a kerékpárút mellett, vagy sem? Ez a kérdés. Én férfiasan bevallom, hogy azóta a gazdasági bizottságülés óta nem volt alkalmam a részletesebben megnézni, vagy információt szerezni elől. Épp az alpolgármester úrtól is kérdeztem, aki tőlem sokkal jobban ismeri a tervet. Nem emlékszünk arra, hogy a tervben lenne ilyen fa telepítés. Azt tudom, vagy látom itt a gyakorlatban, hogy fatelepítés az előző gyakorlatoktól ellentétesen itt csak a kerékpárút belső oldalára lehet, ott meg attól fog majd függeni, hogy a tulajdonosokkal hogy tudunk megegyezni a terület vonatkozásába, de ezt a jogosan fölmerülő kérdésre megpróbálunk majd rövid időn belül autentikus választ adni. Most nincs információnk arról, hogy úgy, mint ahogy a korlátra, hogy igenis 512 vagy 38 fa telepítésre kerülne. Nem szavaztunk még itt, ugye, mert elkanyarodtunk tehát az eredeti napirendi ponthoz visszatérve, Sortvadkert Kecel kerékpárút állami tulajdonban álló területenek ingyenes tulajdonba vétel irányuló eljárás megindítása. Itt 6 pontos határozat tervezet van, aki elfogadásra javasolja a bizottsági elnökök javaslata alapján, az előterjesztést kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú képviselőtestület döntése, és a utolsó, egyben 7. napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. Sortvadkert külterület 0108/89 helyrajzi szám alatt felvett külterület belterületi vonásának engedélyezése. Az előterjesztésből kiderül, hogy Sautek Otto egy belterülettel határos terület, ahol egyébként jelenleg is ipari tevékenységet folytat, ennek a belterületbe vonását kérelmezi az önkormányzattól. Alapvetően az indoka a következő. Mint egy sokszor mondtuk már, 2014 és 20 között sok pályázati lehetőségre várunk, különösen a vállalkozások részére. Tudjuk, hogy ebben az időszakban az összes Európai Uniós forrás több mint 60%-a az vállalkozások részére lesz elérhető. Ő is készülne pályázatot beadni. Ez lesz az első lépés, majd valószínű januárban, vagy egy következő testületülés, amire elkészül az előterjesztés, ennek a területnek a átsorolása, rendezési tervmódosítás szerint is kereskedelmi, ipari vagy szolgáltató területben valószínű szükséges lesz ahhoz, hogy pályázni lehessen rá. Két bizottság tárgyalt az előterjesztést, környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottság elnökét kérjük, Zsikla Győző elnök urat a bizottság álláspontjának ismertetésére. Köszönöm, polgármester úr. Bizottságunk mindig nagy örömmel támogat minden olyan döntést, amely a vállalkozók működését, fejlődését segíti. Ez esetben is egyhangulag ez történt, és erre kéri a bizottság a testületet is. Köszönöm szépen, és szeretnénk hallgatni a szakbizottság álláspontját Bezsenyi László elnök úrtól. Köszönöm, polgármester úr. Tehát a kérelmezőnek az a gondja, hogy jelen pillanatban is ott működő vállalkozás van, szolgáltatóipari jellegű tevékenység, és aki hát, hiszen régóta működik a cég, láthatja, hogy két csarnoképület áll rendelkezésre, és az egyik az a pont a belterületi határon van, a másik az pedig
legális, érvényes engedélyekkel, de külterületen van, mert azt még valamikor nagyon régen sikerült neki így módon akkori szabályoknak megfelelően megkapni. Ma a mezőgazdasági területen ipari jellegű beruházást nem lehet elvégezni, illetve hogyha fejleszteni akarna, hogyha ez külterületben és M-más övezetben van a jelen pillanatban, az M-más övezetben ezt nem lehetne megvalósítani, és ezért szükségszerű, hogy be kell vonni belterületbe, mert belterületen már lehet kis vállalkozóknak ipari vagy mezőgazdasági jellegű létesítményt létrehozni, illetve esetleges, ha lesz ilyen jellegű pályázat, akkor a pályázaton is részt tud venni, és a fejlesztést esetleg így módon meg tudja valósítani. A Gazdasági és Vállalkozási Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja előterjesztést. Köszönöm szépen a bizottságok munkáját. Kérdés, észrevétel, vélemény? Kérdés, észrevétel, vélemény? Úgy látom, hogy nincs. Aki elfogadásra javasolja az előterjesztést, kérem kézfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú képviselőtestület döntése. És mint ahogy mondtam, ez a hetedik napirendi pont a mai és egyben a 2015. évi utolsó képviselőtestületi ülésünk utolsó napirendi pontja is volt. Ezzel a 2015. évi képviselőtestületi üléseink végére értünk. Én szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden képviselőtársamnak, a hivatal vezetésének, a hivatal dolgozóinak köszönetet mondjak a 2015-ös évben végzett munkáról, azt sok-sok előterjesztést, amelyet készítettek, és láthatjuk, hogy az esetek többségében olyan előterjesztések készülnek, hogy nagyon kevés kérdés van. Természetesen sok esetben van, és ezért elnézést kérek most is, amikor az utolsó pillanatban kell napirendi pontokat fölvenni még, és adott esetben egy vagy két bizottság tudja tárgyalni, de sajnos volt olyan is, amikor bizottsági tárgyalások nélkül csak a képviselőtestület elé tudtunk hozni az utolsó pillanatban előterjesztést, de ezt mindannyian tudjuk, hogy az élet produkál ilyen helyzeteket, és ha visszatekintek az elmúlt 2015-ös évre, akkor érdemes volt ezeket a döntéseket meghozni, mert ezeknek egy jelentős része pályázatokkal kapcsolatos döntés volt, amit tudjuk, hogy sok esetben az utolsó pillanatokban kapunk információt, hogy mikor lehet még pályázatot beadni. Tehát szeretném megköszönni mindenkinek a munkát, és hát látjuk, hogy harmadik gyertyát is meggyújtottuk már múlt vasárnap, és most vasárnap a advent negyedik vasárnapján a negyedik gyertyát is, és napok kérdése itt van ismét a karácsony. Én minden Soltvadkerti lakosnak és mindazoknak, akik nézik a kábeltelevízión vagy az interneten keresztül Soltvadkert város önkormányzatának a munkáját, a város üdvözlő lapján lévő karácsonyi gondolattal szeretnék áldásokban gazdag és sikerekben, eredményekben gazdag áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni. A karácsonyi üdvözlő lapunkon Pintér Bélától vettünk egy idézetet, amely így szól: legyen minden napot karácsony, szívemből ezt kívánom, szeretet, hit és remény, erőt ad neked, ne félj. Csoda vár karácsony éjjelén. Én azt kívánom, hogy ez a csodavárás mindannyian tudjuk átélni karácsony csodáját az Úr Jézus Krisztus születésének napján, karácsonykor is, és mint ahogy itt az idézetből is olvassuk, hogy igyekezzünk arra, hogy a karácsonnyal, a karácsony napjával ne legyen vége a karácsonynak, hanem vigyük tovább ezt az üzenetet, és minden napunk legyen karácsony. Még annyit szeretnék mondani, hogy jelen ismereteink szerint a januári képviselőtestületi ülést várhatóan január 27-én szerdán 14 órára tervezzük. Ezzel a mai képviselőtestületi ülést bezárom.